Nagy szeretettel köszöntjük kedves közönségünket itt a Zeneakadémia Solti termében és az online térben, otthonaikban is, a Zeneakadémia Kamara Zene Fesztiválján, a kamara.hu-n, és nagyon hálásak vagyunk önöknek, hogy a Covid ellenére itt tudunk mégis egy közösséget alkotni. Én Simon Izabella vagyok, és férjemmel Bárjon Dénessel együtt mi vagyunk ennek a fesztiválnak a művészeti vezetői, és a fesztivál idén 7 esztendős, és mint a mesékből tudjuk, a 7-es az egy varázsszám, úgyhogy én azt kívánom, hogy ez alatt a 4 nap alatt a kalandos utazásunkon ez a bizonyos 7-es varázsszám kísérje minket. Annál is inkább, mert hogy a kamara.hu-nak az a sajátossága, hogy minden évben egy számunkra kedves irodalmi műköré szerkesztjük a programunkat, és idén egy nagyon izgalmas könyvet választottunk. A nagy francia író Marcel Proust az Eltűnt idő nyomában című regény folyamának első kötetét. Én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A kamara.hu történetében először mi ketten fogjuk egy kicsit bevezetni ezeket a koncerteket, és kérem, hogy ne várjanak tőlünk zenetörténeti előadást, és én a magam részéről nem is vagyok egy riporter műsorvezető alkat, de azért majd nagyon igyekszem. Inkább szeretnék megosztani egy-két személyes gondolatot, és talán bepillantást tudunk nyújtani, hogy hogyan alakul ennek a fesztiválnak a programja. Tehát rögtön itt van az első darab, amelyet nem sokára meg fognak a fantasztikus fúvos barátaink szólaltatni, Janacek Mládi, a fiatalság. Hát hogy kerülhet egy Janacek mű az élére egy fesztiválnak, amelynek a fő témája Proust, Franciaország, Párizs? Hát itt tulajdonképpen a címbe rejlik a megfejtés, a fiatalságban, mert ugye Proustnál az első kötet a fiatal évekről szól, tehát az egész fesztiválon a fiatalságnak az életérzése és szerzőknek fiatalkori művei, azok végig szerepelni fognak. Janacseknél egy kicsit más a helyzet. Janacek 70 éves volt, mikor ezt a művét komponálta, tehát nem volt egy fiatal szerző, de talán szívében soha nem érezte magát ilyen fiatalnak. 60-as évei környékétől kezdve érték egyre nagyobb sikerek, ekkor ismerték el és ismerték fel a zseniét a Janukfa című operájának a bemutatója után, és elérte egy óriási szerelem, egy nagyon nagy inspiráció, egy több mint, vagy majdnem 40 évvel fiatalabb hölgy iránt. Az egyetlen szépsége volt, hogy egy férjezett asszony volt, de ennek ellenére egy csodálatos inspiráció forrás volt Janacseknek, több mint 700 levelet írt neki, és az utolsó évtizedben egy hihetetlen tomboló alkotó erő volt Janacseknél megfigyelhető, rengeteg nagy művét írta ekkor. A fiatalság, tehát itt egy visszatekintés tulajdonképpen, plusz szerintem újra élte a fiatal életérzéseit. És talán még úgy kapcsolódik, ez még egy utolsó mondat a szerzőről, hogy úgy kapcsolódik még, és ez megint egy nagyon személyes megnyilvánulás a regényhez, hogy tulajdonképpen annyira eredetinek és különlegesnek tartjuk a szerzőt, és annyira párját ritkító szerintem az ő személyisége a zenetörténetben, hogy próbálunk minden regénnyel valamilyen fajta kapcsolatot találni Janacek művekhez. És Janaceknél az is nagyszerű a program összeállításnál, hogy mennyire jól érzi magát más szerzők társaságában, így például Mozart mellett. Igen, mert hogy a Janacek miután Mozart Kékestad triója következik, amiben szintén fontos szerepet kap egy fúvós hangszer, történetesen a klarinét, és egy ilyen egészen különleges hangszer összeállításra írta ezt a triót, klarinétra, brácsára és zongorára, ami egyébként a Mozart életműben is egészen egyedül álló. És hát a dolog érdekessége az, hogy ezt a Kékestad triót egy legenda övezi, mert hogy állítólag Mozart kuglizás közben komponálta a művet. Hát ezt nem tudjuk, hogy igaz-e, de a levelezéséből az kiderül, hogy Mozartot nagyon-nagyon sok darab foglalkoztatta egyszerre, és nagyon szeretett olyankor komponálni, amikor nyüzsgött körülötte az élet. Úgyhogy mi ezt a szálat vettük alapul a Proust regénnyel kapcsolatba hozni, mert hogy az időt nagyon-nagyon sokféleképpen lehet elemezgetni. Az időjelensége egy megfoghatatlan fogalom, de például ez egyfajta értelmezése, hogy hogyan tudjuk eltölteni az időt. De van, aki kuglizással, van, aki komponálással, és lehet, hogy van, aki a kettővel együtt. Az viszont egészen biztos, hogy a mű 1786-ban keletkezett,
Ami számomra azért fontos, mert azt tudjuk, hogy Mozart számára az operák nagyon-nagyon fontosak voltak. Imádott operát komponálni, és valahogy minden egyes művét belengi egyfajta operai hangulat, akár bebevillan egy-egy jelenet egy-egy operából, vagy egy-egy karakter, és számomra valami miatt a Kégesta trióhoz mindig a Figaro házassága című opera ugrott be, és nem értettem, hogy miért, mert azt elmesélhetem, hogy a Figaro házasság az egyik kedvenc operám Mozarttól, és utána néztem az évszámoknak, és kiderült, hogy 1786-ban mutatták be az operát, májusban, és a Kégesta triót pedig augusztusban komponálta. Tehát el tudom képzelni, hogy még nagyon frissen élt Mozartban ez az opera. Úgyhogy hallgassák sok szeretettel ezt a két remek művet. Thank you.
Thank you.
Thank you.